Jaj, de szép kislányod, mi a neved? Mondták kiskoromban sokszor. Azóta, ha kérdik, ki vagyok, identitásom, milyen tábor, én csak annyit felelek, hogy egy szabadkozó kőműves, akinek a foglalkozása férfi imitátor. Ha én igazi férfi lennék, eleve feketének születtem volna. Ennek két behozhatatlan előnye lenne, az egyik a ritmus érzék. Én lennék az első, aki hogy a százszorról a csillagokat neked a tíz körmével lehozza, a Holdon szkafander nélkül landolna. Hold on, mondanám szeretőmnek angolba, mert persze a világ összes nőjének én lennék a nagy főnyeremény lennék, a legvadabb díj, az Oscar Wilde. Bár ha a hivatalos kurzust veszünk, az igazi férfi lenéz mindent, ami férfiatlan és gyereket akar, vagy lányt. Hétvégénként a határban romantikus migránsfogóhálóval barangol, és nem néz elvakult szemekkel az asszonyra, megteszi helyette a komondor. A Playboy címlapján feszítő pilóta szerint az igazi férfi tud repülni. Na ebben lehet valami. Az igazi férfi gyakran száll magába. A nők lapja azt írja, hogy az igazi férfi akkor is édesemnek hív, hogy éppen savanyú arcot vágsz, és 20 év házasság elteltével is folyton a nedvedben szeretne járni. Csak is romantikus sportot néz, ami kicsit olyan, mint salátát enni Mekiben, de hát senki se ígérte, hogy igazi férfinek lenni hollywoodi happy gang. Az igazi férfi 100 kilónál kezdődik. A fitness guru kalkulátora szerint ekkor minimum 2 méter magas. Ezek szerint az igazi férfi számára ismert a kosár fogalma, de csak is, mert válogatott kosaras. Az igazi férfi nem ront ajtóstul a házba, kivéve ha lángokból ment ki. Ellenben meg sem rezdül, ha mellette idegen nő tüzel be. Hiába súgja fülébe Madonna, hogy like a virgin. Nem kattint vagy csücsör szelfiző szüzekre, mert egyszerre csak egy nőre akar úgy hatni, mint a Gina. Csak veled csinálja azt, amit akar. Az igazi férfi egy kellemes dudor, az öltönyös koppány, az égetett cukor, a marcipán cápa, a húsevő szarvas, ifjabb Robert Downey növényevő farkas, defektmentes, őrült felfújható toronya, sasszívű galamb, az atomhatalma, bármi, amit kérsz, megadja ő. Ha én igazi férfi lennék, akkor te meg igazi nő. Tökéletességünk lenne, profilunk alapfiltere, mi lehetnénk a jobbkész szabály, két lábon járó tindere, az egymást hova csiszolni már nem tudó gyémánt. A tehetségtől és szerelemtől összetapadt két fánk, az irigyektől betört kirakatban. Elnézést, ha a nagy idolkeresésben kiakadtam, de fogalmam sincs, kire hallgassak. Hogy most akkor a 18 perces testbeszéd motiváljon, vagy az egy másodperces testbeszéd az én világom. Azt hiszem, igazi férfinak nem vagyok elég kis hitű vagy bátor. Maradok tisztelettel, Zebulon, a férfi imitátor.